Gaudium
Jó. Hát nem, nincsenek útba. Na hát úgy boldoguljatok, ahogy tudtok. Földön, fotelbe, ki hol tud. Isten hozott benneteket. Mindenki, ahol van, csak oda ne üljetek a szélére, le a földre, bárhova lehet ülni. Fekítsetek le. Hát én csúnyan élök a földre. Mi ugye a kör közepére várunk. Egyszer odébb állunk a kör közepétől, majd kiátszunk. Rám többé nem találtuk rosszabb. Szóljon a dal, csak az ágyóval áll. 20 év múlva
Micsoda? Fényikóba. Fiú! Nem akartam leérettségét? Alakjének. Ja. Sokat akar a szarka. Bírja a farka. Megerősítjük a farka. Nem tudom, hogy bírja vagy nem bírja. Mi van ez a könyörből? Mert nagyon csicsás bomba van. Egy dobozol. Egyem. Ez nem kösegős bomba. Távirányítom. Nagyon... Digitális, az nem távirányítom. Fél kilences. Ez költőgép. Mi a jó? Mi az? Ebből lenni kell. Nem mondom. Gyerekek, mehetek félhez. Na én nem így. Ja. Én nem megyek fél. Azt a hajra. Azt mondja, hogy kész van a kézben. Nagyon szép, köszönöm szépen. Nincs meg egy olyan. Nagyon sehogy nem jön. Mikor kapok egy látványos? Ez volt a kanál. Milyen kanál? De, milyen tészt. Ajajajajaj. Micsoda sütés lesz. Jön tovább is. Hogy mondtam? A nagy az enyém. 3, 4, 5, 6 van benne. Ezt tudja, hogy a szakás. Tehát én ajándékot nem adok nektek, de adok enni, meg inni való. Meg egy. Semmit nem mehet ez így tovább. Hinni kell, ha meghalunk is. Hívunk hát az angyalát. Hinni kell. És festett a fürdőszobában. És kicsi volt, mit csinált? Ráállt a mosógépre. A mosógép így bement, mint a... Ha tele van, befeszünk a fürdőkán. Képzeld el, és hogy azt hiányzik. Én tudok jobban találni. Na milyen jó, meg lesz? Hányszor? Ugyan nézd, azt tegyél ott. Ugyan, mint a fél kenyér. Micsoda? Milyen fél kenyér, Gábor? Mint elkettőn. Ott olyan van egy ilyen. Nem, olyan 10 éves találkozom, majd olyat viszek nektek, olyat kenyérkörésre kerül a sor. Ott nem veszünk az anyát. Valami szalvéta, nézzétek, csak ott van valahol, nem tudom hol. Tartál a fejét, de... Na, vajon mivel? Csak a muszával. Tízes kulcsa. Tízes kulcsa? A francia gulya. Már most jöttem. És visszatállt. Szóljára. Voltak, vagy két hete ott voltatok el. Ahogy hittem, hogy jól van már. Nem tessék fogadni a hatinálatot! Nem tudtál, nem vettél a kolbászról! Semmi baj, nem tudtál. Meg a szokka, már
ők disznót vágtak, nem eszi a fényiborban. Mindjárt kiderül, hogy nem is volt disznó vágás, csak kapott az egész. Nem, nem disznó, jó. Hogy? Egy disznó, jó. De ott fogok most nem beleszedni. Ezt meg tudja, Nikó, csinálni. De ott hat kutyáj. Tibi, egyet te? Még Tibi. Még a két Tibi. Na, az evidő is van. Erdi, neked úgy jön, hogy Erdi nem Tibi. Szalád lesz a betetni. Hogy? Ha nem jön, akkor jön. Amit nem fogom, és sokáig a pillanat. Tedd le, nincs csak. Ha hagyat fogom, én hagyat. Hagyat fogom. Jó. Szerencsé, hogy nincs még egy kezdet vízzel. Az is tele volna lehet. Hitte még itt is megveszem. Megszokta a 4 év alatt megszokta. Kell egy kis szunk, meg két barát. Ja, arra Én neked egy rában nem viszki a szobában. Három meg viszkit jobb tablet. Három meg viszkit. Három meg viszkit. Három üveg. Nagy sorban. Én fejfelejtek külön sütulasztal. Nekem hozzá egyébként. Szabdószer, szállóztal. Nem most fogom. Szabad ne legyen. Na, akkor rám megközlek valamit, akkor szabad. Mindenki kérdezik, hogy esők jönnek. Szabad. Szabad. Adjuk az esőt. Hittem. Most volt az eső. Tudjátok, eső lesz pénteken. Köszönöm. És elindulok, nem megyek innen messze. A hatban vezes úton, várhatszám ide reggre. Ha nem jövök, esik az eső és mennydörök. A csillagokkal a szél ülök, esik az eső és nem találsz rám. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem. Veszélyes út, ami járok egyszer te is, az a találsz egyszer is, az a találok. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesem. Veszélyes út, ami jársz, veszélyes út, ami járok egyszer te is, az a találsz egyszer én is, az a találok. Nagy esők jönnek és elmaradok, itt maradok örökre. A 67-es úton az árok parton ülve, nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörög, a csillagokkal a szén ülök, esik az eső és nem találsz rám. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesem, veszélyes út, ami jársz, veszélyes út, ami járok egyszer.
teljes út, ami járok egyszer te is, az a találsz egyszer én is, az a találok én is. Isten segít, nem szólad a túl meleg van. Vigyázzatok a bibát, nehogy a fejetek versen, mert nagyon hozzá. Házunk előtt vénepek fa áll, engem anyám mindig haza vár. Megírom majd jó anyám neked, hogy ne várj haza, ővé nem megyek. Mert kicsi van. Kocsmában ott van a nagy élet, fogolnak az agyak, élesek a kések, sűrű a levegő, az orsó sőz a gátor, elegem van már a kibaszott világból. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Kéte, ami folyik itt, amiben folyik, az rögtön kifolyik. A világos őrből savarjú a szár, nem ér semmi, hogy a mélyet vár rád. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Nem kell a munka, nem kell a pihenés, csak is a szórakozás.
Tehát a bújban nem kell, hogy vissza! 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 Csak vissza! Csak vissza! Hát én nem viszok, máma! Itt a kiskanál. Kinek nincs kiskanál? Azzal kezdem a soromat, soraimat, örülök, hogy megismertem, amikor 9-ben először találkoztunk, akkor gondoltam magamban, hogy ez 4 kemény év lesz. A tanárnőm és magabiztos személyiségével összefogta ezt a nagyon jó osztályt, hát nem mondanám, hogy éppen olyan jó. Az nem bukott meg egy sem. Mert szerintem a tanárnő... Elfelejteni ezt a 4 évet, nem azért, mert nagyon rosszak voltunk, de szerintem ezt hozta össze... Gyere, mert nem tudok kiolvasni. Nem mondhatnám, hogy jó voltam, vagy talán jól tanultam volna, mivel a tanárnő büszke lett volna.
amire a tanárnak kellett volna. Általában én voltam a fekete bárány, és még egy bárány, és sokszor kellett volna... Ezt máma írta? Körülbelül. Én is máma kellett volna írni. Mit írtál ide? Ja. Na, játsz, de. A bagásítokat! Ott a bagasi! Majd kapunálunk! A tanárnő nem tette meg ezt! Pedig hatalma volt. Ezt köszönöm, hogy hit abban, hogy tudok változni, és hogy biztos abban, hogy végigviszem ezt a 4 évet. Én nagyon örülök, hogy megismertem, és igazán még nagyon megkedveltem a tanárnőt, ha nem fogod írni, hogy nem kedveltél meg. Ez már kapu. Ez kapu. A fia beszél, nem csak hogy összetart. Tartom, vagy mit? Nem tudom. Gyere már ide, mondom. Az magyarul meg fogsz bukni. Hát ezt oda kell adni, ezt a nárnyomát. Tudja, úristen. Meg egy képleteket kell mondani. Gyere már be! Magát repül kell egy nyomzatot. Le is ülj. Nem is én. Te se tudom. Jó, saját lepnem tudja ki osztani. Én is tudom lenni velem. Hol van az már? Szerencső kémiából csak képletek voltam. Utolsó és a legszebb. Hol van? Mondjad! Gyere, mert sose jövünk. Még egyszer köszönöm ezt a 4 évet, és ezt, amit értünk tett, jobb osztályfőnöktől nem is kívánhatunk volna magunkat. Ez már nagyon kamu! Ezt úgy is mondjuk, ne hazudj! Ne hazudj! Hát figyelj csak, hogy a hányszor mondtad, a kurva! Hamar eltelt az a 4 év, itt visszatekintünk. Nagyon szórakozott vidám osztály voltunk, de talán könnyebb azért felfogni azt a tudatot, hogy iskolában vagyunk és nem otthon. De azért, amikor kellett, komolyak is tudtunk lenni. Azért a pillanatok mikor voltak? 3 óra után. Magyarán, amikor elomtam. Volt is mennyi otthák haragult, de azért osztály voltunk, sosem unatkoztunk. Köszönöm, hogy osztályfőnököm és tanárom volt. Nagyon nem tisztán, nem tisztán. Kicsi vagyok. Nem is tudom, hogy hol kezdem az egészet, mert történt a dolgok az alatt, hogy ennyi van, amitől lehet beszélni. Részelőn örülök annak, hogy a tanárnő lett az osztályfőnökünk. Mert már 9. elején látszott, hogy kemény 4 év lesz, és ez. És kell valaki, aki korábban tart a régi. Néha ez a segítség a szigorúságot is foglalkozni. De ez kellett is, mert elég rosszak voltunk. Főleg nekem voltak rossz szokásai a Lüdikán. 11-ben és 12-ben jött ki rajta. Bennet volt 9-10-ben is. Hát bele, hogy csinálod. Csak lappan volt. Na csak hallgass!
benne is ott a pakban. A pakban. A szindrómákat tudja. Ez olyan, mint a drog. De rájöttem, hogy nem kellett volna, mert nem volt jó semmire. Erre is a tanárnak hívta fel a figyelmemet. A fejezem a rokat. Ha megint a kapuk. Szigorosan el is ért a tanárnak. Szeretnék sok sikert kívánni a továbbiakban. Ennyi hónap, hogy a ez oké, ez nem írta, hogy szigorú volt a tanár. De, Izabella! Na, korszolod a nekiba. Ne ízzad! Már még a balkon is megízzad. A májvák között. Ne úgy kezdjetek, Krisztusban szeretett testvéreim. Krisztus hozták ennek. Nem is tudom, hogy... hogy kezdhetném soraimat, hisz nem lenne elég ez az oldal, hogy leírjam. Ez nekem is írt a csatorna. 4 év alatt. 9-10-ben úgy gondoltam, hogy kicsit sok szigor kaptunk a tanárnőtől, de 4 év vége felé, már megértettem, még az egészen óvodás osztály voltunk. Kis csoportos. De ezért nem a legyen a szalva. Remélem nem felejt el bennünket, hogy mi se a tanárnőt. Remélem sokszor bántottuk meg a tanárnőt, de az se szándékos volt, de azt hiszem velünk, hogy elnézőbbnek kell lennie, mivel fiús osztály voltunk. Fiúsnak. Köszönöm. Kambulék. Fiúsnak a tokon. Köszönöm, hogy osztom és tanárnőm volt, ezért kívánok minden jót az életben. Találkozom 2018-ban. Biztos így van. Nem tudom, hogy mit is írjak. Lehet, hogy a tanárnő nem is ismer engem. A 4 év eseményét egy pár sorban ez nehéz lenne. Tükör vált akkor. Hát nem volt túl sok személyes élményünk. Mikor az oszti beszélt, én mindig próbáltam odafigyelni, nem úgy, mint a többi. Csak on tanárnek. Hát nem is tudom, hogy kezdtem, talán az elejétől. Első évben, még a 9. elején be volt
Bevallom, amikor először találkoztam az a szivarcsepet, féltem, elültem is. Mivel látom, hogy eléggé befolyásos és magabiztos oszival lesz dolgom. Az a baj! Hát én is van dolgom. Amúgy forgottam be, hogy én nem fogsz. Én is tudom. Valami felé, nem felé. Na tovább halljuk. A kaput. Az évek során eléggé megismertem, és ön is engem. És ott rontottam el az egészet, amikor elkapott a lókás ragály. És ott sokat vesztettem az ön bizalmából. A problémák ellenére én egyáltalán nem tartózkodok az oszitól, sőt nagyon is kedvelem, pláne mikor szigorúan próbál vicces lenni. Az nagyon, bírom a tanár nélkül. Nem, ez bírva. Mit? Mástól vas. Most tanár. Nem is a tanárom, hogy írva. Beülgünk a teljesen. Voltak problémák velem, és kellett járkálni anyukám fel, mert nem tudtam viselkedni. De nyugdíjas, hogy te tudtad. Elnézést, én sok rosszért, de azért nem csak a rossz. Rosszat csináltam, és remélem, hogy ön is csíp engem. Sanyi nem enged. Remélem, hogy ezek után még összefutunk, köszönünk egymásnak. Hiányozni fog nagyon, és kívánok továbbra is szeretni. Egymásra gyűlök, hogy hát egymásra tudálhatok. Megpróbáltam összegezni a négy... A négy elmúlt évet, de ezen az oldalon mindez nem fog elférni. Tetszik tudni, hogy én egy őszinte ember vagyok, ami a szívemen, az a számon, ez biztos. Örültem neki, hogy a tanárnő osztályfőnökön volt 4 év alatt. Talán csak azért voltunk olyan rosszak, mert a 9-10. Osztályban nem volt olyan nagy a szigor. Talán. Ha ott egy kicsit megszorítják az osztályt, akkor most nem ott volnánk. Akkor... Hát hogy lehetett volna ettől jobban? Hát ez az. Már a bíróságot jártunk. Ez az én álláspontom. Szerintem ez az év azért túl lett, túl tett mindenem. Jól kezdődött, csak így a közepére, a vége felé lett egy kicsit... Laza. Lezser. Fogalmazás hetes. Mit írt? Figyeljetek csak, mit írt? Közepes. Vége felé lett egy kicsit, hogy is mondjam, drasztikus, talán groteszk. Az a kémia, kettes odavágott. De kell minden jegyből egy, nem? Na jó lesz az valahogy. Nekem van vagy. Amúgy tényleg nagyon jó 4 évet zártunk, nem de? Így utolsó soraiban szeretném megköszönni a bizalmat, amit nekem szavazott a 4 év alatt. Próbáltam kamatoztatni, remélem sikerült. De ezt az év végén megálltam. Kívánom, hogy még sok évvel keresztül tessék tanítani, és hogy még sok ilyen osztálya legyen, mint a 12-2. Köszönöm szépen. Ilyen jobb lesz. És tudjátok, hogy mire megy ki, hogy köszönöm a javítást? Na, ennyi menjetek. Kettesre. A kettesre. Azt hiszem, most már bevallottam, hogy a kémia nem tartozott a kedvenc tantárgyaim közé. De azért kibírtam. De még egy sok. Most visszagondolva nem is volt olyan rossz. Jobb volt, mint a román óra és a matek óra. Ennyi! Olyan vagy, mint a Betó. Mi az a piac? Már azt a kamera és jobb kezizmodat. Szeretném megköszönni a tanárné fáradozásait. Ha én lennék a tanárné helyébe, ezután a 4 év után kéne még 4 év, hogy kipihenjem ezt az osztályt. Azt hittem, nyugdíjba küldesz. Azt akartam, csak kérdezni. Én próbáltam nem a tanárnő terhére lenni, ha néha ez nem is sikerült, azért elnézést kérek. Az osztályfelelős kinevezés idejző. Az elején jó munkának tűnt, de aztán már nem kívánom senkinek. Mindent összetéve azt mondhatom, hogy egy jó osztályfőnöknünk volt. Szerencsések voltunk. A látszat ellenére, zárójelbe szigor, ami persze nagyon el kellett ebbe az osztályban, én úgy gondolom, hogy a tanárnő is megkedvelte az osztályt. Szeretnék a tanárnőnek sok sikert kívánni a további osztályokhoz, és remélem egyszer majd gondol ránk. Még egyszer köszönök mindent,
Állandóan. Kedves tanárnő, E4 szeretnék megköszönni mindent az osztály nevében, amit értünk tetszett tenni. Igaz, lehet nem volt könnyű kibírni minket, de remélem, hogy csak a szép időkre tetszik majd visszaemlékezni. Remélem, azért még lesz alkalma ilyen osztályhoz. Üdvözletem utam. Kedves osztály, így a felé, így a vége felé mindennek, azzal szeretném kezdeni a mondani valómat, hogy elsősorban bocsánat, és elnézést szeretnék kérni kisebb-nagyobb botlásaimra. Megviszem a tanári változásai, ez alatt 4 év alatt, melyet mi egyszerűen végig szórakoztuk és végig kacagtunk. A tanárnő pedig végig idegeskedett. De talán azért volt ez így, mert mi csak egyszerűen nem akartunk felnőni, és sokszor gyerekes viselkedéssel könnyebben vettük az előttünk álló dolgokat, akadályokat. Talán nem akartunk felnőni a komoly dolgokhoz, szemben és az előttünk álló érettségével, elválni egymástól és elfogadni lassan felnőtté válást. Jobban éreztük így magunkat. Ti! Ez a zene. De ez jó, de az a jó oldala az egésznek, hogy mi egy szuper osztály voltunk, akik sok vidám és jobbofa perceket szereztünk egymásnak. Jó, hogy alakult. Egymásnak. Mert nekem csak ideg volt. 90%-ban. Jó, hogy a tanár lát az osztályban, hiszen ki tudja, hogy hol állni most a laugásokkal. Így utólag... A boxom, minél a laugat csoki. Nekünk egy utólag semmi értelmet nem láttam az egésznek. Mi nyomja az igazolást a szerepgépbe? Megváltam valamikor a tanárnőt is, bocsánat. Remélem, hogy a tanárnő majd szép emlékekkel is visszagondol. Néha rám, és erre nem semmi osztályra. Megbőlnek, hogy hát semmi. Szeretnék nagyon sok boldogságot kívánni a tanárnő életében, és sok szerencsét. Kedves tanárnő, hát nagyon örülök, hogy tanárnő lett az osztályfőnökünk. Nem is tudom, hogy milyen ember lett volna belőlünk, ha tanárnő nem lett volna ilyen szigorú. Én közben szinte semmit sem igazolt. Nem így van. Így van. És talán emiatt nem lógtunk a hit, de év végén soha nem vonta le maga is. Ahogy van, soha. Az egyébként nem a téde. Most 12-ben hogy vagyunk? Nem hiszem, hogy lesz még egy ilyen rossz osztály a tanárnőnek, mint a miénk, de nem mi tehetünk róla, csak talán túl sok fiú van az osztályban. Nem voltak ott ki rosszak, furcsák voltak. Furcsák. Érdekes. Az lehet, hogy az idegeit egy kicsit tönkretettük. Biztos. De nem volt szándékos. Remélem, hogy néha még összefutunk valahol, és kívánok további sok sikert az életben, és köszönöm még egyszer, hogy a sok idegesítő is ellenére megmaradt osztályfőnök. Diák el a Kedves tanárnő. Ez hogy elment a tegnap? Ment írni az alapot. Neki már elment. Eszébe jutott. Hát először is megköszönném a tanárnak, hogy sok fáradtságot, amit az osztályért és főképp értem tett, mert eleinte nagyon sokat lógtam, de aztán a tanárnő előállt egy ügyes kis taktikával, pénzbírsággal kellett fizetni. Ez okozott a dolgot. Tényleg még az is volt. Van, ebben javulunk majd. Szerintem a tanárnő nagyon jó osztályfőnökünk volt, mert sokszor szigorú volt velünk, mint saját szüleink. Ezt köszönöm, mert most már rájöttem, hogy nem jó dolog a lógás. Ja, és bocsánatot kérek a sok dumáért, ami ott hátul a négy fiú közt folyt, Zoli, Szalag, Vangáter és én. Szuper csapat! De sok osztályt kívánok a tanárnőnek, csak senki ne legyen olyan rossz, mint mi. Remélem a tanárnő néha fog rám gondolni. Sok szerencsét és sikert az életben róla. Figyelj, hogy ti saját tisztelt osztályfőnök. Elsősorban szeretném közölni a tanárnővel,
Nagyon örülök, hogy az osztályfőnök nem volt, és hogy 4 éven keresztül tanított bennünket. Igaz, a tanárnő elég szoros gyepűben tartotta az osztályt, de ez nem baj, hogy sem volt kipangyaló. Nem hiszem, hogy a tanárnőnek volt, és lesz még ilyen osztály, amilyennek mi voltunk. Bevallom, rosszak, sőt néha nagyon is rosszak voltunk, de én a tanárnővel elég jó egyeztem, úgy gondolom. De ahogy én észrevettem, a tanárnő is kedvelte, kedveli az osztályt, még akkor is, ha sokszor nem is mutatta ki. Én úgy érzem, ha nem a tanárnő lett volna az osztályfőnöknünk, akkor én is sokkal többet loptam volna, mint egyes lányok más osztályokból, és ez nem vezetett volna javultra. Ezért szeretnék megköszönni a tanárnőnek minden, de remélem sokszor vissza fog még ránk gondolni. Sok boldogságot és szerencsét az életben. Ő is talán nem Rék, hanem King. Fizettem a bárányt, hogy mondják. Mit tudod? Hát talán nagyon gyorsan eltelt ez a 4 év, még szépen emlékszek az első napra, amikor bejöttünk, és azt sem tudtam, hogy mire számítsak az elkövetkezendő években. Tudom, nem voltam egy mintagyerek, de én megpróbáltam a legjobbat kihozni magamból. A kémia sem tartozott a kedvenc tartalmi közé, de én ott is próbáltam. De én itt vagyok az. Nem igaz, nem én voltam. Hiányzásokkal se álltam mindig jól, de azért nem volt velem komolyan baj a tanárnő személyében. Nem tudom, hogy a tanárnő szemében hol állok, de nagyon remélem, hogy minél előbb. Remélem, nem okoztam a tanárnőnek túl sok csalódást a 4 év alatt, és remélem, az érettségén sem fogok szégyent vallani. Sok sikert és borsát kínálok a tanárnak a jövőben. Sok infót. Szeretném megköszönni önnek mindazt a sok fáradtságot, amit értem és az osztályért. Lehet ez a 4 év egy kicsit kemény volt a tanárnő számára, de most már mehet egy nagy levegőt, mert mi elhúzunk. Mi is kemény 4 éven mentünk keresztül, de annyira még nem is mondhatom, hiszen most jön a neheze, az érettségi, s tovább. Most majd rájövünk, hogy az élet talán nem is úgy megy, mint ahogy mi ezt elképzeltük annak idején, amíg is eszünk el. Én úgy érzem, köszönetet kell mondjak a szigorúságért is, hiszen másképp széjjel lettünk volna, mint a nem is tudom mi. Remélem, hogy nem bántotta meg a tanárnő, de ha igen, akkor szeretnék bocsánatot kérni, hiszen minden csak akkor jó, ha a vége jó. Sok szerencsét kívánok a tanárnőnek a következő osztályához, nem olyat, mint amilyen a miénkhez volt. Sok-sok szeretettel lehetett. Kedvelt osztályfőnöknek. Nem is tudom, mit írhatnék most a tanárnőnek. 4 év alatt nem sokat beszélgettünk. Hát én nem vagyok egy nagy dumagé. Úgy gondolom, hogy én nem terheltem különösképpen a tanárnő idegeit. Néha egy kicsit komolytalan voltunk. De azért szerintem ez elnézhető. Nem lőttél a puskát. A sok nevetés és jókedv arra volt jó, hogy könnyebben elviseljük az iskola fáradalmát. Mindemellett szerintem jó osztályfőnök volt, mivel ennyi fiú csak egy kis szigorra lehet megfékezni. Végezetül kívánom, hogy a tanárnőnek egy sokkal nyugodtabb 4 éve következzen. Sok szeretettel, diákok! Kedves tanárnő, mit is írhatnék? Hamar eltelt ez a 4 év, és még mindig emlékszem, hogy első nap jöttem az iskolába, és akkor bemutatott a tanárnőnek. Nagyon örültem, hogy egy olyan osztályfőnököt kapok, amit valamennyire ismerek. Tudom, hogy sokszor nehéz volt velünk, de azért remélem, csak a rosszra fog visszaemlékezni, hanem a jóra is. Köszönöm, hogy 4 évet kezdtem. De remélem, azért nem a legutóbbi nagy botlásomra fog csak emlékezni. Sok tejfájást okoztunk a tanárnőnek, meg mindent, csak úgy félvárva vettünk. De attól még egy igen jó osztály voltunk. Ez a 4 év mindig is emlékezetes lesz számomra. Igaz, a tanárnő mindig szigorú volt velünk, de másképp nem bírt velünk. El sem tudom képzelni, ha nem egy ilyen erős jellemű osztályfőnököt kapunk, hogy itt lett volna, vagy mi lett volna akkor. Nem maradt a tokon a 10 percben. Nagyon szeretem a kémia tanárnőt, és gondoltam, hogy ebből a tantárból megyek érettségizni, de ahogy bántam a tanárnővel, nem hittem, hogy felkészítene jobban. Remélem, hogy a jövőben is ilyen határozott lesz, és sok-sok diák fog kirepülni szárnyai alól. Vagy az is kulat. Sok boldogságot és örömet az életben.
diákja Lehel. Offline. Tudjátok, Lehel nem idegesített? Akkor elmentem haza hozzájuk, és akkor Lehel, bambán, nézd, egy szót nem szól. Egy szót nem szól, beszélj hülye, én úgyis azt csinálom, amit megtettem. Nem, egyszerűen én is, az anyukája és az apukája, és mit idegesített? Ő nyugodtan nézett ránk, mint egy bamba, és... Sok fáradalmat és türelmet. 9. elején rájöttem, hogy egy szigorú osztályfőnök lesz, amit egy kicsit bántam, de visszagondolva így volt jó, ahogy volt. Most már megkönnyebbülhet, mert nem lesz kint mérgevénye. Sok szeretettel, Józsi. A 10 milliót nem írtad ide, jó? A DJ Bizet. Vagy én. Van minden éneket. Nem hall az ember. De nem a terüsítségének a kocsmatot. Neki a lazi belőle a szép muzsika szó. Na de sörd ide, bort ide, de szép barát az anyám. Igazán. De mához egy hétre már nem leszek én. Elvisz a gyors vonat engemet is. Gyors vonat, sebes vonat valahol megáll, ha megáll. De nyújtom a jobb kezem, szervusz babám. Gyors vonat, sebes vonat valahol megáll, ha megáll. Most ki a baba? Esik az eső, és nem találsz rám. Nem találsz rám. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesem. Veszélyes út, ami jársz, veszélyes út, ami járok, egyszer te is haza találsz. Egyszer én is haza találok. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesem. Veszélyes út, ami jársz, veszélyes út, ami járok, egyszer te is haza találsz. Egyszer én is haza találok. Na, akkor szeretném megköszönni még egyszer testületileg a tanárnőnek a fáradozásait. Vendéglátás. A sütik. Gondolom kellemes meglepetésben volt részletek. Már a hozzátok való viszonyulás. Így van? Tehát egész más volt a kapcsolat itt. Meg a suliban. Szerintem a Manióval hibás nem a tanár. Na ugye, ide akartam kérdezni. Kicsit jó, hogy a részek, hogy idegen vagyok. 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 Kicsit jó, hog
Na, köszönjük szépen, hogy megjegyzett! Sziasztok! Akkor nem találkozunk, csak pénteken?